Sziasztok, szép estét! Hello, good evening. Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket. Welcome here. Nagyon jó titeket látni, király, hogy itt vagytok. It's great to see you and have you here. Mielőtt belecsapunk az estébe, szeretnék titeket bátorítani egy igerésszel. Before starting the service, I would like to encourage you with a verse. Az 1 Királyok 20-ban láthatunk egy háborút Izrael és az arámok között. In the book of in the first book of Kings we can see a scene about a war with Israel. És ez a háború két csatából áll, az egyik a hegyeken volt megvívva, a másik pedig a völgyekben. And there were two battles in this war, one on the mountaintop and one in the valley. És az első csata után, amikor kikaptak az arámok, azt mondták, hogy menjünk még egyszer Izrael ellen. And when the Israelites beat their enemies at the first time, they said that they should go again against Israelites. Mert az ő istenük csak a hegyek istene, és a völgyben majd megverjük őket. Because the enemy said that their god is the god of the mountain, and we're gonna beat them in the valley. És amikor elmentek megküzdeni Izraellel, csúfosan kikaptak. And when they went against the Israelites again, they failed. Mert azt mondta Isten, hogy én nem csak a hegytetők istene vagyok, hanem a völgyek istene is. Because God said that I'm not only the God of the mountains, but also the God of the valleys. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy vagy itt. So I don't know how you came here. Vagy nem tudom, hogy ülsz otthon a kanapédon. Or how you're sitting home in your couch. Hogy lelki hegytetőket élsz meg, vagy hatalmas, vagy nagyon mély mélységeket. Whether you are walking on spiritual mountaintops or in the valley. De tudd, hogy Isten méltó arra, hogy dicsérjék, mert ő Isten a hegytetőkön és a völgyek mélyén is. But know that God is worthy to be praised because he is the God on the mountaintop and in the valleys as well. Isten nem változik. God never changes. Isten ugyanaz az Isten, akit a leglelkibb pillanatokban megéltél. He is the same God in the most spiritual moments that you lived. Mindegy, hogy ezt érzed vagy nem. Whether you feel it or not. Úgyhogy hadd bátorítsalak titeket, hogy gyertek, álljatok föl, imádkozunk egyet és dicsérjük Istent. So let me encourage you to stand up, pray and worship God. Mennyi Atyán, köszönjük neked, hogy te Isten vagy a hegyek tetején is és a völgyek mélyén is. Heavenly Father, thank you that you are God on the mountaintop and in the valleys as well. Uram, itt vagyunk ma este a jelenlétedben. Lord, we are standing in your presence tonight. És szeretnénk rád nézni. And we want to look to you. Teljesen mindegy, hogy hol vagyunk. No matter where we are. Uram, a szemeinket felemeljük te hozzád. We lift up our eyes to you. Te méltó vagy arra, hogy dicsérjünk. Because you are worthy of our praise. Úgyhogy Jézus, felemeljük a te nevedet ma este. So Jesus, we lift your name up tonight. Amen. Amen. Uram, hozzád emelem lelkem, te benned bízom, Istenem. De ne irjen szígyen engem, ne nevessen neki ellenségei. Ösvényeire taníts meg engem, vezess tovább az igaz úton. Istenem vagy, nagy szabadító, mindig te bennem reménykedem. Nem szégyenül meg senki, te vagy a reményem, ezért rád nézek mindig, Uram. Vigyázz rám, óvjál meg, szükségem van rád. Te hozzád felemelem, Uram, a lelkemet. Thank you.
gondolj nagy irgalmadra, amely öröktől fogva van. Ifjú korom sok vétkéről ne is emlékezz meg. Szeretettel Istenem, gondolj nagy irgalmadra, amely öröktől fogva van. Ifjú korom sok vétkérő, ne is emlékezz meg. A szeretettel szeretettel, mert jóság az végtelen. Nem szégyenül meg senki, ha te vagy a reményem, ezért rád nézek mindig, Uram. Vigyázz rám, óvjál meg szükségem. De hozzád velem elem, Uram a lelkemet. Nem szégyenül meg senki, ha te vagy a reményem, ezért rád nézek mindig, Uram. Vigyázz rám, fogjál meg szükségem. Te hozzád velem, Uram, a lelkemet.
felemelem legyen hozzá, én felemelem legyen hozzá, felemelem. Hozzád felemelem, hozzád felemelem. Kegyelmed elég, a kegyelmed elég, a kegyelmed elég nekem. A kegyelmed elég, kegyelmed elég, a kegyelmed elég nekem. Sok szeretettel köszöntünk titeket ma este! Mondom jó! Kett kádjuk őt! Basszoljuk őt! Hűséges vagy, ó Istenünk! Harcokban nem nekünk kell győznünk. Csendes vízhez teregetsz, és irgalmat hoz. Nem válasz minket semmi el. Most itt áll a népben, várnád minket meg. Kívánja, hogy lássa. Isten vagy, a gyengék által vezetsz másokat. A megváltásnak énekére bátorítasz.
Légy te menedékem, légy pajzsom, sziklám. Oltalmam, Jézus, ha ellentör rám, ha a sok baj között kínos a kétség, vezess jó útra, ha eltévedlék. Neked angol más tűz. Be thou my wisdom and thou my true word. I ever with thee and thou with me, Lord. And thou my great Father and I thy true Son. Thou in me dwelling and I with thee, Lord. Oh, 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 oh. Légy az, aki te trónodnál állva, menj és föld összeír. Újjá lesz minden a te közelségedtől. Minden teremtmény tírde húl trónod elő. Thank you.
elmeim semmivé válnának, a te trónodnál állva. Itt nem számít, hogy mit értem el, az összes rangom hirtelen tűnik el. A te trónodnál állva. Csodáljunk, haladán megremeg a meg. Királyunk, álmodó csodáján, felséget jelenlétedben csodálnak én. A te trónodnál áll, újjá lesz minden a te közelségedtől. Minden teremtmény tírde mutatod elő. Mindenben hűséges, fenséges, ő irgalmas, páratlan mindenben hűséges, fenséges, ő irgalmas, páratlan mindenben hűséges. Yeah.
csodádnak ég. A te trónodnál állva a menny és a föld összeég. Újjá lesz minden a te közelségedtől. Minden teremtmény tiédre nyúl trónod előtt. A trónod előtt. A mennyben fent a trónusnál, a Krisztus éltem közben jár, nagy főpap ígé kezesen, örökre biztos létem már. Markába viste nevemet, szívébe hittak nevele, örök ki ül az párfogon, animó minden vádolom, animó minden vádolom. Mikor a sátán megkísér és vádol meg bánt bűnökért, Jézusra nézel, áldom őt, a bűneimből megmentőn. Ő halt meg minden vétkeményt, a bűntelen a bűnösért, Isten a bíró felmentett, Krisztus van. És üdvöt hozott, ő mondta, megváltott vagyok, nem vonja vissza, mit ad. Pontárány híre volt az ár, önáll a többi, nincs talán, Krisztusban üdvő, készen vár, most fel. Önálló
lehet az Isten trónján. Mennyben fent, ó, mennyben fent a trónusnál, a Krisztus érte közben jár, nagy főpap égi kezesen, örökre biztos védel. Markába fűst nevemet, szívébe írt, én nem feled, örökké élvez, bárt fogom elnémul mind. Ragyogva át, törve az ét, feltámadok, ezt elhiszel? A szenteket, szemem Jézus, a tápihet.
dicsérjük neked. Ó, dicsérjük az Úr nevét. Dicsérjük most. És örülni. Így nélkülszek. Istenünk, téged ma este. We praise you, God, tonight. Köszönjük, hogy jöhetünk akárhonnan. Thank you that we can come from nowhere. Köszönjük, hogy bármi is történt velünk ezen a héten. Thank you that no matter what happened to us this week. Jöhetünk hozzád. We can come to you. Te tárt karokkal vársz minket. And you are waiting for us with arms wide open. És futunk a te tárt karodba, Isten. And we are running to you. Dicsérünk téged. We praise you. Megállíthatatlanul. In an unstoppable way. Szeretünk téged, Istenünk. We love you, God. És szeretnénk most találkozni veled. And we would love to meet with you. Szeretnénk kérni a te erődből. We want to get from your strength. Szeretnénk kérni a te lelkedből. And from your spirit. Szeretnénk, hogyha betöltenél minket most. We want to be filled with you. Mert igazán szükségünk van, a te lelkedre van leginkább most szükségünk. Because it is your spirit that we need the most. Azért is, hogy feldolgozzuk azt, ami ezen a héten volt. To process everything that happened this week. Mert a pihenés is tőled van, Istenünk. Because rest comes from you as well, God. És szeretnénk tényleg teljes mértékben mindent letéve a te lábad előtt megpihenni. And surrendering everything at your feet, we want to find rest in your presence. Segíts nekünk ebben, Istenünk, ma este is. Help us in this. Köszönjük, hogy te vagy a mi oltalmunk. Thank you that you are our refuge. Szeretünk téged. We love you. Te nevedben. In your name. Amen. Amen. Isten hozott titeket, sziasztok! Hello, welcome! Nagyon köszönjük Andris és csapat, hogy vezettetek minket ma este is. Thank you so much to the worship team for leading us in worship. Nem tudom, énekeltük ezt az éneket, hogy menj be fenn a trónusnál. We sang a song with the lyrics that up in the heaven, before the throne of God. És azon gondolkoztam, hogy milyen jó, hogy ez nem úgy van, hogy a mennybe fenn, hogy valami irtózatos távolságba tőlünk. And I was thinking how great it is that we don't have to imagine it in a way that it's really far away from here. Hanem fent, de mintha csak egy magasabb dimenzióba lenne. We say up there, but it's like a different dimension. Isten trónja valójában a mi szívünkben is van. Because God's throne is in our hearts. És milyen jó, nem, amikor így együtt vagyunk az Úr dicsőítésében. And it's so great to be together in the praise of God. Remélem, hogy jól telt a hetetek. I hope that you had a good week. De ha nem is telt jó, akkor most segíthetünk egymásnak, hogy jól induljon a hétvége. But if it wasn't good, we can help each other to have a good weekend. Kérlek, hogy nézz a melletted ülőre és mondd azt, hogy jó, hogy itt vagy. So please look at the person sitting next to you and tell him or her that it's good to have you here.
Nagy szeretettel köszöntjük azokat, akik az interneten keresztül vagytok velünk. And we welcome you who are watching us online. Isten hozott titeket. Welcome. És ma este folytatni fogjuk a sorozatunkat Dávid életében. And tonight we're going to continue our series in the life of David. A sorozatnak az a címe, hogy megállíthatatlan. The title of our series is The Unstoppable. Nem tudom, figyeltétek, hogy Andris beleszőtte az imába. I don't know if you noticed, but Andris included it in his prayer. És éppen ezért ez a címe, mert Dávidnak a dicsőítése megállíthatatlan volt. And the reason for having this title is that the worship of David was unstoppable. És ezért ő is megállíthatatlan lett. And because of that he became unstoppable. És Dávid egy Isten szíve szerinti férfi volt, azt mondja az ige. And the word says that David was a man after God's own heart. És nem tudom, hogy nektek volt-e olyan bibliátok, vagy láttatok-e olyat, amilyen nagy, komoly, fekete könyv. And I don't know if you have seen a Bible, like a big black book. Néhánynak még ilyen aranyozott a széle is, hogy tükrözze, hogy mennyire komoly és szent könyv. Some of them are covered, the pages are covered in gold, so it would show how serious it is. Hát a mai történet után lehet, hogy azt gondoljátok, hogy le kéne ezt az aranyat kapargatni. Well, after our story today, you might think that a golden cover should be scratched off. Egy olyan történetet fogunk megnézni, nem fogjátok elhinni, hogy ez a Bibliában van. Because we're going to look at a story that you won't even believe that it's in the Bible. Főleg azt nem, hogy ez arról a férfiről szól, akire Isten azt mondta, hogy ez az én szívem szerint való férfi. Especially not about the man of whom God said that he's a man after my own heart. Nem tudom, hogy végül kitette a csapat, de mondtam, hogy ez ilyen 18 pluszos tanítás. And I told to the team that it's going to be an 18 plus sermon. Úgyhogy ha esetleg 10 éves vagy, akkor most a gyerekszolgálatban. So if you're under ami nincs. 10, then you should go to the kids ministry, which doesn't exist. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk. So let's pray. Atyám, kérlek, hogy ahogy megnézzük ezt a történetet Dávid életéből, szólj hozzánk. Father, we ask you to speak to us as we are looking at this story from the life of David. Kérlek, hogy tört fel nekünk ezt a történetet, hogy megértsük, hogy mi van benne. We pray that you would open up this story for us so that we would understand what's in it. Szeretnénk igazán a te szíved szerinti emberek lenni. We would like to become people after your own heart. Szólj hozzánk. Speak to us. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen. Ha van nálatok Biblia, akkor ez a történet a 2 Sámuel 11-ben van. If you have a Bible with you, you can find a story in 2 Samuel 11. Ha nincs semmi gond, ki lesz a képernyőre is vetítve. If you don't, you can find it on the screens. És rögtön az első versnél fogom kezdeni. And I will start in verse 1. Elég egy ilyen eseménydús ez a fejezet, úgyhogy sokat fogok olvasni, csak így éljétek bele magatokat, jó? It contains a lot of stories, so Norbi, we are going to read a lot. És hagyjátok, hogy így a történet hasson rátok. Just let it have an impact on you. Ez állott. Egy esztendő múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, elküldte Dávid Joábot szolgáival meg az egész Izraellel együtt. Pusztították az ammóniakat és körülzárták Rabbát. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. In the spring, at a time when the kings go off to war, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép volt. One evening David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof he saw a woman bathing. The woman was very beautiful. Dávid elküldött és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki, Betsabéhez, Eliám lánya, a hettita Úriás felesége. And David sent someone to find out about her. The man said, she is Bathsheba, the daughter of Eliam, and the wife of Uriah, the Hittite. Innentől 18 pluszos. Here comes the 18 plus part. Akkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Az asszony, aki éppen azelőtt tisztult meg tisztátalanságából, bement hozzá, ő pedig vele hált. Azután hazament az asszony. Then David sent messengers to get her.
She came to him, and he slept with her. Now she was purifying herself from her monthly uncleanness. Then she went back home. De az asszony teherbe esett. Megüzent tehát Dávidnak, teherbe estem. The woman conceived and sent word to David, saying, I am pregnant. Durva a csönd a teremben. You are quiet. Elég durva történet, igaz? This is quite a story. Ez tényleg a Bibliában van? Is it really in the Bible? Tényleg Dávidról szól? Is it truly about David? És itt ugye elég durva, ami történik, hogy így meglát egy asszonyt, elhozatja, lefekszik vele, hazamegy, és kiderül, hogy terhes. And it's really harsh that he sees a woman and then gets her and sleeps with her and then he gets pregnant. És lehet, hogy az első résszel még a mai világban sokan úgy vannak, hogy hát jó, hát ez történt, de amikor kiderül, hogy terhes, akkor mondjuk azt, hogy ajaj, mi lesz ebből? And maybe in our days some say that the first part is all right, but then when they hear that she got pregnant, then they say, oh, there's a problem there. Mielőtt valaki félreérti, nem oké. Az első rész sem. Don't get me wrong. The first part is not okay either. De a probléma az nem itt kezdődött. But the problem didn't start here. Hogy mondjak erről két szót, mielőtt tovább megyünk a történetben. Let me say a few words about that before going on in the story. Amit itt látunk, az valójában egy folyamatnak a beteljesedése. What we see here is really the culmination of a process. Ami 20 évvel korábban kezdődött. Which started 20 years before that. Ez a történet nem akkor kezdődött, amikor Dávid Jeruzsálemben maradt. This story did not begin when David remained in Jerusalem. Nem akkor, amikor meglátta Betsabét fürdés közben. Or when he saw Bathsheba during bathing. Hanem akkor, amikor 20 évvel ezelőtt elvette először a második, aztán a harmadik feleségét. But 20 years before that, when he married his second and third wife. Amikor megvetette Istennek a házasságra vonatkozó tervét. When he ignored and despised God's plan concerning marriage. Dávid úgy tűnik, hogy miközben Isten szíve szerinti férfi volt, ezt a területet, ezt nem tudta átadni Istennek. It seems that David, while being a man after God's own heart, he couldn't really surrender this area of his life to God. Hogy valahogy a testi vágyait nem tudta kordában tartani. Somehow he couldn't keep his fleshly desires under control. Keresett valamit, amit mindig azt remélte, hogy az majd a következő nőben lesz. He was looking for something, hoping that he would find that something in the next woman. De aztán sose kapott meg. But then he never found it. És a fia Salamon ugyanezt az utat követte később. And his son Solomon followed the same path. És kimaxolta, ha lehet így mondani. And he sort of surpassed his father. Salamonnak 700 felesége volt. Because Solomon had 700 wives. És mellé még 300 ágyasa. And also 300 concubines. Konkrétan azt mutatta be az élete, hogyha egy nő nem elég, akkor nem lesz elég 1000 sem. And his life showed that if one woman is not enough, then 1,000 women will not be enough either. Szóval itt ez a történet. So here's this story. És szeretném, ha látnátok, hogy itt Dávid már egy lejtőn van. And I would like you to see that David is already going down the road. Több ponton megállhatott volna. And there were several points where he could have stopped. Néha úgy gondoljuk, mert ezt sugallja a mai média, hogy hát meglátta, és olyan szép volt, hogy lehetetlen volt ellenállni. And we tend to think because of the media today that he saw her and he was unable to resist because she was so beautiful. De érdekes, hogy a Bibliában vannak ilyen történetek, ilyen 18 pluszosok. But it's interesting that we can find several 18 plus stories in the Bible. És például József története is ilyen. And Joseph's story is like that as well. Ő konkrétan úgy járt, hogy Potifár felesége, ez a csaj konkrétan elkapta, és azt mondta, hogy jössz velem, apukám. Because he got into a situation when the wife of Potiphar got him and said that, okay, you're coming with me, boy. And nem így a tetőről nézte, hanem így a ruhája a kezébe volt. And was not looking him from the top of the roof, but grabbed his very cloak. És József mit csinált?
And what did Joseph do? Borzasztóan férfiasan elszaladt. In a very manly way, he ran away. Mert tisztelte Istent. Because he respected God. Dávid itt több helyzetben megállhatott volna. Például elmehetett volna a csatába a hadseregével együtt. David could have stopped at several points. For example, he could have gone into battle with his army. Mert mint vezető ez lett volna a dolga, hogy ott legyen az embereivel. Because as a leader, this is what he should have done. Vagy megállhatott volna ott, hogy oké, mászkál a tetőn, így nézelődik, és meglátja Betsabét, és így elfordítja a szemét. Or he could have stopped when he was walking on a roof, saw Bathsheba, and then he could have turned his face away. És erre vannak férfiak, akik azt gondolják most a teremben, hogy na jó van, persze. And there may be men here in the room who say, all right. Volt egy kollégám, ő mindig azt mondta, hogy az étlapot bárhol meg lehet nézni, csak otthon kell lenni. I had a colleague who used to say that you can check out the menu everywhere, but you should eat at home. De Biblia mást mond. But the Bible says otherwise. Jób könyvében van egy nagyon érdekes igevers. There's an interesting Bible verse in the book of Job. Jób úgy beszél az Istennel való kapcsolatáról, hogy közben azt mondja. Job talks about his relationship with God. Hogy szövetséget kötöttem a szemeimmel, hogy ne tekintsenek kívánsággal a lányokra. Saying that I have made a covenant with my eyes, how then could I gaze at a virgin? Dávid megtehette volna ezt. David could have done this. Meglátta, de lezárja magában ezt. He saw her, but he just ends it in himself. Vagy, hogyha így küszködött vele, elkezdhetett volna imádkozni, így Isten elé vinni, hogy Uram, könyörülj, de ez most durva. Or, as soon as he saw her, he could have started praying to God, saying, have mercy on me. Hogy itt megálljon legalább ez az ügy, hogy megbámulta. So that it could stop there at gazing at her. De ehelyett azt látjuk, hogy elkezd kérdezősködni, hogy ki ez a nő. But instead of doing that, we can see that he started to inquire about her. Kb. Annak a megfelelője, mint amikor ma rákeresel valakire az Instán, hogy na, hát today, ha van valami jó kép. Today it's something like checking her out on Instagram. És aztán a végén, hogy még itt sem áll meg, hogy megtudja, hogy ki Betsabé. And he doesn't stop at the point when he finds out who she is. Hanem még el is hozatja, és lefekszik vele. But he gets her and sleeps with her. Aztán eltelik pár nap. Then a few days go by. És elképzelem, ahogy Dávid megint pihenget, mert nincs a csatában. And I can imagine David just chilling out. He's not in the war. Tehát fél homály. It's half darkness in the room. És a telefon. Zzz. And you can hear his cell phone. És oda néz, látja, hogy Betsabétól új üzenet. And he looks there and he sees, oh, there's a new message from Bathsheba. Teherbe estem. I'm pregnant. Azt értenetek kell, hogy abban a korban ez nagyon-nagyon nagy következményekkel járt. You have to understand that back in that time it had very severe consequences. Akkor is, ha a király tette, ez egy házasságtörés volt. Even if it was done by the king, it was adultery. Ez azt jelenti, hogy kövezés járhatott volna érte. Which means that it was punished by stoning. Úgyhogy Dávid elkezd azon dolgozni, hogy ez valahogy így el legyen tusolva. So David is trying to work on to cover it up. Akkor Dávid ezt üzente Jóábnak, Jóáb a hadvezére. Küld el hozzám a hettita Úriást. Jóáb el is küldte Úriást Dávidhoz. So David sent this word to Joab. Send me Uriah the Hittite. And Joab sent him to David. Amikor Úriás megérkezett hozzá, megkérdezte Dávid, hogy jól van-e Joab, jól van-e a hadinép, és jól folyik-e a háború. When Uriah came to David, he asked him how Joab was, how the soldiers were, and how the war was going. Ennyire átlátszó, Dávid. This is so transparent. Tényleg annyira érdekelt, hogy megy a háború, hogy az egyik legjobb harcost haza kellett hivatni 100 kilométerről? Was he really so curious that he had to get one of the best warriors back to have news? Aztán azt mondja, hogy
Azután ezt mondta Dávid Úriásnak: menj haza és mosd meg a lábadat. Then David said to Uriah, go down to your house and wash your feet. Dávidnak az volt a terve, hogy Úriás hazamegy a feleségével, együtt vannak, és akkor utána egyértelmű lesz, hogy kié a gyerek. David's plan was that Uriah would go home, be with his wife, and it would be obvious whose kid the kid is. Milyen tanácsot ad, hogy kezd úgy, ha hazamész, hogy megmosod a lábad. What a great and wise advice he gave here. Go home and start with washing your feet. Most vettem észre. I just noticed that. Ezekből a versekből látszik, hogy Dávid ezen a ponton mennyire nem tisztelte sem Úriást, sem Betsabét. These verses show us the lack of respect in David towards Uriah and Bathsheba. Betsabé konkrétan az egyik vezető emberének a lánya volt. Bathsheba was the daughter of one of his leaders. Hettita Úriás pedig az egyik legjobb katonája, és az, hogy Hettita, az arra utal, hogy nem zsidó származású volt, de annyira hitt Isten népének az ügyébe, hogy odaállt Dávid mellé harcolni. And Uriah the Hittite was one of his greatest warriors, and the fact that he was a Hittite means that he was not a Jew, but he believed in God so much that he stand on the side of David. Dávidnak itt úgy tűnik, hogy nem számít, hogy kingázol át, csak a terve működjön. It seems that David doesn't care about the path, he just wants to succeed in his own plan. Menjél haza, legyél együtt a feleséged, és akkor majd jól azt hiszed, hogy tiéd a gyerek, én meg majd röhögök a markomba. Just go home, be with your wife, and you'll think that it's your kid, and I'm just gonna... Nézzük, működik-e a terv. Let's see if the plan works out. Úriás elhagyta a királyi palotát, és vitték utána a király ajándékát. Még ajándékokat is adott neki. So Uriah left the palace, and a gift from the king was sent after him. He even gave gifts to him. De Úriás a királyi palota bejárata előtt feküdt le, ura többi szolgájával együtt, és nem ment haza. But Uriah slept at the entrance to the palace with all his master's servants and did not go down to his own house. Amikor jelentették Dávidnak, hogy Úriás nem ment haza, ezt kérdezte Dávid Úriástól. David was told Uriah did not go home, so he asked Uriah. Ugye nem működik a terv, és jelentik Dávidnak, hogy ez a srác nem ment haza, az itt van a kapuba, és Dávid lemegy. So the plan doesn't seem to work, because David is told that the guy didn't go home, so David is going down. És azt mondja neki, hogy hiszen hosszú útról érkeztél, miért nem mentél hát haza? And he asked, haven't you just come home from military campaign? Why didn't you go home? Úriás így felelt Dávidnak, a láda meg Izrael és Júda sátrakban laknak. Az én uram Joáb és uramnak a szolgái pedig a nyílt mezőn táboroznak. Hogyan mehetnék akkor én haza, hogy egyem, igyam és a feleségemmel háljak? Az életemre, a lelkemre mondom, hogy nem teszem ezt. Uriah said to David, the ark and Israel and Judah are staying in tents, and my commander Joab and my lord's men are camped in the open country. How could I go to my house to eat and drink and make love to my wife? As surely as you live, I will not do such a thing. Így elképzelem Dávidot, hogy I can imagine David like, oh, it's not working out. Vakarja a fejét, hogy most mi legyen. Scratching his head. Szerintem Dávid, időt kell nyernünk. David says, we have to buy some time. Akkor ezt mondta Dávid Úriásnak, maradj itt még ma, és holnap elbocsátalak. Then David said to him, stay here one more day, and tomorrow I will send you back. Ott maradt tehát Úriás Jeruzsálemben aznap és másnap is. So Uriah remained in Jerusalem that day and the next. És látjuk, hogy van Dávidnak újabb terve. And we see that David comes up with the next plan. Aztán hívatta őt Dávid, hogy vele egyék és igyék, és leitatta őt. At David's invitation, he ate and drank with him, and David made him drunk. De este urának a szolgáival ment ki lefeküdni a fekvőhelyére, és nem ment haza. But in the evening Uriah went out to sleep on his mat among his master's servants. He did not go home. Micsoda a jellem? What a character. Mennyire ráver jellemben Dávidra itt, igaz? How he's a bigger character here than David is. Dávidnak ez a történet olyan, mint egy ilyen Balatonparti spirálos csúszda. For David this story is like a spiral slide. Nem viselkedik vezetőként.
He's not acting or behaving as a leader. Bámulászik. He's just gazing around. Aztán házasságot tör. Then he's committing adultery. Aztán trükközik, sumákol. Then he's playing tricks. Aztán leítat valakit, hogy hát ha részegen hazamegy ahhoz a nőhöz, akit ő ejtett teherbe. Mi történik itt? Then he makes someone drunk, hoping that he would go home to his wife, whom David got pregnant. What's happening here? És végül itt jön a legalja. And then the very worst comes. Reggel azután levelet írt Dávid Jóábnak, amelyet Úriással küldött el. In the morning, David wrote a letter to Joab and sent it with Uriah. Dávid visszaküldi Úriást egy levéllel Jóábnak. So David sends Uriah back with a letter to Joab. Ezt írta a levélben. And in it he wrote. Állítsátok Úriást az arcvonalba, ahol a leghevesebb a küzdelem. Azután húzódjatok vissza, hogy levágják, és a halálát lelje. Put Uriah out in front where the fighting is fiercest. Then withdraw from him, so he will be struck down and die. Ez ugyanaz az ember, aki a zsoltárokat írta. This is the very same person who wrote the Psalms. Így történt a város ostrománál, hogy Joab Úriást arra a helyre állította, amelyről tudta, hogy ott a kemény harcosok állnak. Amikor kitörtek a városbeli férfiak, és megütköztek Joabbal, néhányan elestek a hadinépből, Dávid szolgái közül. Meghalt a hettita Úriás is. So while Joab had the city under siege, he put Uriah at the place where he knew the strongest defenders were. When the men of the city came out and fought against Joab, some of the men in David's army fell. Moreover, Uriah the Hittite died. Jelentést küldött azért Joab Dávidnak az egész ütközet lefolyásáról. Joab sent David a full account of the battle. 22. vers. A küldönc tehát elment, és amikor megérkezett, jelentette Dávidnak mindazt, amit rábízott Joab. Verse 22. The messenger set out, and when he arrived, he told David everything Joab had sent him to say. A küldönc ezt mondta Dávidnak. Először erősebbek voltak nálunk azok az emberek. Ránk törtek a mezőn, de mi visszaszorítottuk őket a kapu bejáratáig. The messenger said to David, the men overpowered us and came out against us in the open, but we drove them back to the entrance of the city gate. A várfalról azonban lövöldözni kezdtek szolgáidra az íjászok, és meghaltak néhányan a király szolgái közül. Szolgád, a hettita Úriás is meghalt. Then the archers shot arrows at your servants from the wall, and some of the king's men died. Moreover, your servant Uriah the Hittite is dead. Akkor ezt parancsolta Dávid a küldöncnek. Mondd meg Joabnak, ne tekintsd ezt olyan nagy bajnak, mert a fegyver hol ezt, hol azt pusztítja el. David told to the messenger, say this to Joab, don't let this upset you. The sword devours one as well as another. Dávid konkrétan megöleti Úriást. So David has Uriah killed. És néha leragadunk itt, de nem csak őt, hanem még több más katonát is. And we tend to get stuck here, but not only Uriah, but many others. Dávid itt több katonáját föláldozza, hogy a saját bűnét takarja. David here sacrifices several of his soldiers to cover up his own sin. És aztán, amikor ezt meghallja, hogy ez történt, akkor azt mondja, hogy nem olyan nagy baj. And when he gets the news that it happened, he says, it's not such a big deal. Ki ez az ember? Who is this man? Mi történt vele? What has happened to him? Hogy volt képes ilyen dologra? How could he do such a thing? Hogy tudta ezt így végigvinni? How could he do all the way through it? Mindjárt visszatérek erre, de csak lekerekítem a történetet. I will get back to it in a second. A folytatása az, hogy Bathsabé is meghallja, hogy Úriás meghalt, és elgyászolja a férjét. Ezután pedig Dávid feleségül fogja venni Bathsabét. The story continues with Bathsheba mourning for his dead husband, and then after the time of mourning, David is going to marry her. És olyan érdekes, hogy szinte az egész fejezetben nem kerül említésre Isten, csak a legutolsó versben azt mondja, hogy de az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. And it's interesting that God is barely mentioned in the whole chapter. We can only read in the end that the thing David has done displeased the Lord.
És aztán jön Nátán próféta, aki elmond Dávidnak egy példabeszédet, amivel rávezeti őt, hogy mit tett. And then Nathan the prophet comes and says a parable to David with which he makes him realize what he has done. És nagyon megindító elolvasni ezt a fejezetet. Olvassátok el, ahogy látszik, hogy Dávid így zsugorodik, és végül őszintén bűnbánatot tart. And it's really moving to read that chapter, seeing David shrinking, and then in the end, genuinely repenting. Isten pedig megbocsát neki. And in the end, God forgives him. De nagyon súlyos következményei vannak ennek a történetnek, attól függetlenül, hogy Isten megbocsátott neki. But in spite of God forgiving him, this story has very severe consequences. Az a gyermek születése után nem sokkal meghalt. Because that child, not long after his birth, died. És emiatt a történet miatt Dávid családján belül borzasztó dolgok történnek majd a jövőben. And because of that story, in David's family, in the future, terrible things happened. Erőszak, lázadás, polgárháború. Violence and revolt and civil war. Szóval, mi történt Dáviddal? So what happened to David? És tudjátok, a péntek estéken szeretünk ilyen inspiráló, bátorító tanításokat mondani. You know that on Friday nights we like to share inspiring and encouraging stories. De nem lenne teljes a kép Dávid életéről, ha nem néznénk meg ezeket a típusú történeteket. But the picture about David's life would not be complete if we neglected to look at these kind of stories. Akár tetszik, ez is Dávid. Akár tetszik, akár nem. Whether you like it or not, this is David as well. És talán, hogyha megnézzük, hogy mi történt itt vele, akkor az segít nekünk, hogy mi is felvértezzük magunkat, hogy ne kövessük ebben az ő példáját. And maybe if we take a look at a closer look at what happened here to him, that will prepare us not to make the same mistakes. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni. The first thing that I would like to highlight. Hogy a bűn az nem játék. Is that sin is no game. És a bűn bűnhöz vezet. And sin leads to sin. Ugye az egész ott kezdődött, hogy Dávidnak nem volt a helyén a nőkkel kapcsolatos értékrendje. The whole thing started with David not having a proper attitude towards women. És csak egy olyan helyzet kellett, hogy ő sem volt a helyén, és utána jött egyik esemény a másik után. It just took a situation when he was not in a good place, and then one thing led to another. És mivel nem úgy látta az embereket, sem Bathsabét, sem Úriás, sem a katonáit, ahogy Isten látta ezeket az embereket. And since he was not considering people, Uriah and Bathsheba and the others in the same way or from the same perspective as God did. Ezért elkezd felettük Istent játszani. For that reason, or because of that, he started to play God. Dávid itt úgy csinál, mintha ő lenne az Isten. Játszik az emberi sorsokkal, mintha egy sakktáblán a bábukat tologatná. David is acting as God here, playing around with destinies, as if he was playing chess. Te eljössz, veled lefekszek, téged idehívlak, visszaküldelek, megöletlek, mintha sakkbábuk lennének. You come here, I sleep with you, I get you here, you go back, you get killed, I do whatever I want to do to you, like on the chessboard. Dávid úgy látja ezeket az embereket, mint eszközöket a saját céljaihoz. David sees these people as tools for his own plans. És azt mondod, hogy jó, hát itt ülünk Budapesten a 21. században, én nem így nézek az emberekre. And you may say that we are sitting here in Budapest in the 21st century. That's not the way I look at people. Azt hiszem, hogy nagyon, nagyon vigyáznunk kell ezzel. But I think we have to be very careful with that. Uraim, egy olyan kultúrában élünk, ami teljesen tárgyasítja a nőket. Gentlemen, we are living in a culture that objectifies women. Nézzétek meg a plakátokat, nézzétek meg a filmeket, hallgassátok meg a zenéket. Nézzetek körül. Look at all the commercials, the movies, music. Just look around. Azt kommunikálja minden felénk, hogy egy jó nő az semmi más, mint amit megszerzel,
jól érzed magad vele, és aztán, ha már nem kell, akkor majd lecseréled. Everything we see and hear communicates that a great woman is nothing else but someone you can get, you can have fun with, and when you no longer you're no longer interested, you can just get rid of her and go to the next one. Lányok, ránéztek egy pasira. Ladies, you look at a guy. Azt hittétek, csak a fiúknak beszélek, mi? You hope that I'm only talking to guys. És azt mondjátok, hogy kiváló férj alapanyag. And you say that he's an excellent husband material. Majd én rendbe rakom. I will get him fixed. Nagyon vigyázni kell ezzel, hogy egymást úgy lássuk, ahogy Isten lát minket. We have to pay attention to look at each other the way God looks at us. Hogy úgy lásd a másikat, aki szembe van veled, melletted ül, mint Isten képmását. To see the other person as a reflection of God. Mint Isten kislányát. As a daughter of God. Mint Isten kisfiát. As the son of God. Akivel te ne játszál. With whom you're not allowed to play games. Aki nem azért született meg, hogy neked egy eszköz legyen. Who was not born in order to be a tool in your hands. Hanem hogy az atyát dicsőítse. But to honor his father. Ha tudod úgy szolgálni azt a nőt, hogy ebben segíted, hogy ő az atyát dicsőítse, akkor vedd el feleségül. If you are able to help and serve that woman in a way that she would be able to praise his father in a better way, then marry her. Ha csak eszközként akarod használni, akkor ne játsz vele. If you just want to use her as a tool, then stop playing around with her. Mert az apjával gyűlik meg a bajod. Because you're gonna get in trouble with his dad. 1 Timóteus 5-ben van. In 1 Timothy 5. Most direkt álltam meg. Van egy vers, a fiatal lelkipásztornak mondja Pál apostol Timóteusnak. Paul says to the young pastor Timothy. Hogy viszonyuljon a nőkhöz a gyülekezetben. How to relate to women in the church. És azt mondja, hogy az idősebb nőkhöz viszonyulj úgy, mint hogyha az anyukád lenne. And he says that to older women you should relate as a mother. A fiatalabbakhoz pedig, mint hogyha húgod lenne. And younger women like sisters. Na hát ez az első dolog. Well, that's the first thing. Nézzük a másodikat. Mit tudunk még ebből a történetből meg? Let's look at the second one. What else can we learn from this story? Ez negatívan fog hangzani, de ez nagyon pozitív. This will sound negative, but it's really positive. A bűnbánat az mindig jobb, hamarabb, mint később. Repentance is always better sooner than later. Gondoljatok bele, hogy mi történt volna, ha bármelyik pontján a történetnek Dávid megtér. Just imagine what had happened if David would have repented at any point of the story. Azt mondta volna, hogy összepakolok és megyek mégis a csatába. If he had said that I'm gonna get my stuff and go into war. Vagy azt mondta volna, hogy megláttam azt a nőt, nagyon jól nézett ki, de itt most leállítom magam, Uram, segíts megállni ebben a helyzetben. Or if he had said that I saw that woman, but I'm gonna stop here, God help me. Meg kellett várni, míg ez az egész történet végigmegy, és ott jutott el Dávid a bűnbánatig. But we had to wait until the whole story came to an end, and there David reached repentance. Mennyivel másképp alakulhatott volna? But it could have happened in a different way. És ez a mi életünkben is igaz. And it's true in our lives as well. Minél hamarabb azt mondod, hogy okay, ez bűn. The sooner you say, okay, that's a sin. Annál hamarabb kihúzod a méregfogát. The sooner you will pull its poisonous teeth out. Van egy nagyon divatos tanítás keresztény körökbe, hogy nem kell bűnt vallani, mert hát Krisztus megváltott és mindent megbocsátott. There is a popular view among Christians today that repentance is unnecessary because we are saved. Hogy nincs szükség bűnvallásra. That there is no need to confess our sins. Figyeljetek, önmarcangolásra tényleg nincs szükség. Well, self-loathing is unnecessary. Mert Jézus tényleg elrendezte a bűneinket és tényleg megbocsátotta. Because Christ truly settled our sins and forgave them. A bűnvallás nem azért van, hogy Isten megbocsásson. Confession does not serve
the purpose that God would forgive us. Hanem, hogy mi a helyünkre kerüljünk. But to get us back in our place. Néha úgy gondoljuk, hogy főleg amikor bűnözünk, hogy vagyunk itt mi, meg a bűnünk, ami per pillanat jól esik, és ott van a másik oldalon Isten. Ő most az ellenség. When we are in a sin, we tend to think that we are here and God is over there. Nagyon fontos megérteni, hogy fordítva van a történet. It's important to understand that the story is the other way around. Hogy a bűn van a másik oldalon, az az ellenség, és Isten a mi oldalunkon van. That sin is on the other side as our enemy and God is on our side. Amikor bevallod, akkor elvágtad, kész, vége a csatának. And when you confess it, then you just cut it and the war is ended. Ha ezt megérted, akkor rájössz, hogy ez nem egy ilyen negatív dolog, hanem a legpozitívabb dolog. And szabad lehetsz. And if you understand this, then you will see that it's the greatest thing and it can make you free. Ezért mondja Jakab az 5:16-ban, hogy valljátok meg egymásnak a bűneiteket. This is why James says in his epistle to confess your sins to each other. És nézzük, egy harmadik dolgot is látok ebben a történetben. And there is a third thing to see in this story. És szerintem itt meg is kérlek, Andris, hogy gyertek vissza. Folytatjuk a dicsőítést egy pár percen belül. And in a few minutes we're going to continue worshiping. Tudjátok, mi a harmadik pontom? My third point is... Lehet, hogy nem gondolnátok, de még ebben a történetben is benne van az evangélium. You may not think, but even in this story we can find the gospel. El tudjátok képzelni? Can you imagine that? De hogy? But how? Mert bár ez a gyermek meghalt. Because although this child died. Betsabénak és Dávidnak születtek még gyermekei. Bathsheba and David, they had other children. És a következő gyermek a sorban Salamon. And the next child was Solomon. Érdekes, hogy ő lesz a következő királya Izraelnek. And it's interesting that he became the next king of Israel. És még érdekesebb, hogy ezen az ágon, az ő ágán jött el Jézus, a Messiás. And it's even more interesting that Jesus, the Messiah, came through his lineage. Az Új Szövetség első legzavarba ejtőbb verse a Máté 1:16. The first most perplexing verses in the Bible, in the Gospel, is, hol van ez? Máté 1:6. Matthew 1:6. Amikor Jézusnak a nemzetség táblázata van levezetve, felmenői. When we can read Jesus's lineage. És azt mondja, hogy Isai fia volt Dávid király. And it says that Jesse was the father of King David. Dávid fia volt Salamon Úriás feleségétől. David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. Hihetetlen, nem? It's unbelievable, isn't it? Amikor Isten küldi a Messiást. When God is sending his Messiah. Amikor küldi a fiát. His son. Amikor küldi a tökéletes bárányt, aki elveszi a világ bűneit. Sending the perfect lamb who would take away the sins of the world. Akkor egy olyan vérvonalon keresztül jön el, amiben például benne van ez a történet. Then he's coming through a lineage that contains a story like that. Tudom, hogy úgy értettétek a tanítást, hogy a bűn az nem jó barát. And I know that you understood the story in a way that sin is not a good friend. Hogy nagyon fontos, hogy úgy tekintsünk egymásra, hogy Isten tekint a másikra. That it's important for us to look at each other the same way as God looks at us. De mindeközben annyira vigasztaló, annyira bátorító, hogy Isten a legszörnyűbb tetteinkből is ki tud hozni jót. But in the middle of all of this, it's so comforting and encouraging that God can bring out good even from the most terrible stories of us. Jézus nemzetségtáblázatában 4 ilyen történet is van. And in the lineage of Jesus, we can find 4 different stories just like this. Olyan emberek, akiket, hogyha te fölmenőid között lennének, akkor szégyelnél. People who, if they were your... in your lineage, then you would be ashamed of them. De Jézus ezen a vonalon keresztül jött, itt élt, és utána fölment a keresztre, széttette a kezét,
engedte, hogy szögek verjék oda, és megváltotta ezeket az embereket. But Jesus came through this lineage, and he lived here, and he went to the cross and allowed nails to be put in his hands, and he died for these people to save them. Isten nem az ellenségünk. God is not our enemy. És aki pedig az ellenségünk, azt legyőzte. And he defeated our enemy. Úgyhogy hagyj zárjam be ezzel. So let me close with this. Lehet, hogy itt ülsz ma, és tudod, hogy benne vagy a kellős közepén egy ilyen folyamatnak. You may be sitting here knowing that you are in the middle of a story like that. Lehet, hogy magyarázod magadnak, hogy ez nem olyan durva, mint amit Dávid csinált, de azért tudod, hogy nincs helyén. You may be explaining or trying to explain it to yourself that it's not as brutal as David's, but you somehow feel that it's not all right. Kérlek, hogy határozd el ma, hogy nem viszed el ezt a dolgot magaddal innen. Please decide today that you will not take this thing with you. Hogy zárd le ezt a dolgot magadban ma. But made end today. És lehet, hogy vagytok úgy, akik még soha nem tettétek meg ezt. And there may be some of you here who has never done this before. Akik még talán soha nem adtátok át az életeteket Istennek. You may have never given your life to God before. Még az is lehet, hogy azért, mert olyan dolgok vannak a múltatokban, amire azt gondoljátok, hogy na, ezt Isten biztos nem akarja megbocsátani nekem. Maybe you think that you have things in your past that you think that God would never forgive them. Érdekes. A Biblia beszél arról, hogy lesz egy nap egy ítélet. It's interesting that the Bible talks about that there will be a day of judgment. Nem azt mondja a Biblia, hogy valaki meg fogja úszni, valaki nem. And it doesn't say that some will get away with it and some will not. A kérdés az az, hogy mikor ismered be a bűnödet. The question is when you will confess your sins. Majd ott Isten előtt az ítélet napján. There before God on the day of judgment. Vagy ma, amikor az üdvösség napja van. Or today in the day of salvation. Úgyhogy bátorítalak titeket erre. So I would like to encourage you to do this. Szeretnék imádkozni. I would like to pray. Közben szeretnék egy imát mondani, hogyha valaki szeretne ma este megtérni, az Úrhoz jönni, akkor majd mondd velem ezt az imát. And I will say a prayer, and if you want to come to the Lord tonight, you can say this prayer with me. És hogy megyünk tovább a dicsőítésben, itt leszünk ugyanúgy, ahogy szoktunk elől, és bátorítalak, hogy akármi van, akármilyen imakérés, akár valami ilyen dolog, amitől szeretnél szabadulni, de csak hogyha egyszerűen erőt szeretnél kérni az előtted álló időszakra, gyere és szeretnénk imádkozni, érted? And as we're going to continue worshiping, some of us will be here, and no matter what topic or prayer request you may have, we would love to pray for you if you want to get free of things or anything else. És közben megyünk és dicsőítjük az Urat. And in the meantime, we're going to go and praise the Lord. Mert ő egy ilyen Isten. Because he is a God like that. Aki egy ilyen sztoriból is ki tudja hozni az evangéliumot. Who can bring the gospel out of a story like that. Akkor szerinted zavarba esik a te életed, láttan? Do you think he would be puzzled seeing your life? Atyán, köszönjük neked ezt a történetet is. Father, thank you for this story. Bár nehéz szembesülni azzal, ami büszke emberünknek, hogy hova vezethetnek a mi döntéseink. It's difficult for our prideful self to face where our decisions can lead. Uram, tudjuk, hogy minket nem a bűntelen életünk tesz előtted elfogadhatóvá, hanem Jézus vére. But we know that it's not our sinless life that makes us acceptable in your eyes, but Christ's blood. És köszönjük neked, Uram, a bűnbocsánatot. And thank you for forgiveness of sins. Köszönjük Istenünk, hogy megoldottad a bűn problémáját. Thank you that you brought a solution to the problem of sin. És szeretnénk megalázni magunkat előtted, Uram. And we would like to humble ourselves before you, Lord. És megköszönni neked, hogy mindent fölvittél a keresztre, Jézus. And thank you that you took everything up to the cross, Jesus. Uram, kérlek, adj nekünk erőt ahhoz, hogy időben meg tudjunk állni. So Lord, I pray that you would give us the strength to stop in time. És
hogyha van itt valaki, aki ma este szeretné az életébe hívni az Urat. And if there is anyone here tonight who would like to invite the Lord in his life. Akkor kérlek, hogy mondd velem ezt az imát. Then please say this prayer with me. Mennyei Atyám. Heavenly Father. Beismerem, hogy bűnös vagyok. I confess that I'm a sinner. De köszönöm, hogy szeretsz és elküldted Jézust, hogy meghaljon értem a kereszten. But thank you that you love me and you sent Jesus that he would die for me on the cross. Uram, bocsánatot kérek mindenért, és kérlek, hogy a mai nappal gyere az életembe. I ask for your forgiveness for everything that I've done, and I'm asking you to come into my life today. Legyél a mai naptól kezdve az Istenem, az Uram, a megváltóm és a barátom. From this day on, be my God, my Lord, my Savior and my friend. A mai nap egy új kezdet. Today is a new start, a new beginning. Nem leszek többé a régi. I will never be the same again. Köszönöm, hogy meghallgattál. Thank you that you listened to me. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Thank you that you forgave me. Köszönöm, hogy új életet adtál. Thank you that you gave me a new life. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. 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 Hogyha esetleg ma mondtad el először ezt az imát, if you said this prayer the very first time tonight, akkor szeretnélek kérni, hogy gyere majd ide hozzám, szeretnék érted imádkozni. Akár a dicsőítés alatt, vagy utána. Whether it's during the worship or after the service. De titeket pedig, mindannyiatokat arra kérlek, hogy álljunk fel, és imádjuk Istent. The rest of us, let's all stand and praise the Lord. Legalább az első dalra, aztán leülhetsz a fáradt vagy. At least for the first song, then you can sit back if you are tired. Menjünk ennek tired. Az Istennek a jelenlétébe, aki ennyire szeret minket. Let's go into the presence of the God who loves us this much. Reméltem ne omlanak, de te sosem hagytál cserben. Várva a változást, tudva, hogy győztél, Uram, te sosem hagytál el. Hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hagytál el. Az év már nem tart soká, az ígéd a fény soká, a szívemből dicsérlek téged. We'll be right back.
Kezedben éltem, te vagy erősség, sosem hagysz el, te sosem hagysz el, hisz megígérted, nagy a te hűséged, ó hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, de sosem hagytál el. Sosem hagytál el, sosem hagytál el, köszönöm neked, sosem hagytál el, én látom már, ahogy te mozdulsz, én elhiszem. Nyitva áll a mennyei hely,
ahol jelenléted várna. Ez a hely az irgalomé, mégis hódulattal lépek hozzá. Nyitva áll a mennyei hely, ahol jelenléted áll. Ez a hely az irgalomé, mégis hódulattal lépek hozzád. És én ott szaporulok, mert a fényed rám ragyog. És én ott szaporulok, a dicsőség. Hasonló a földön nincs. Te mindenek királya vagy, íme meghallok előtt. És én ott szaborulok, mert a for Christ. Akkor életed legjobb döntését hoztad meg. Then you made the best decision of your life. És hogyha már meghoztad, bármikor is a múltban. And if you've made that decision in the past. Akkor az is életed legjobb döntése volt. Then it was the best decision of your life. És ez most is érvényes az életeden. And it's still valid in your life. A mi emberek test, lélek és szellem vagyunk. We humans consist of a body, a soul, and a spirit.
a lelkünkről szoktuk így nagyjából azt megfogalmazni, hogy az az értelmünk, érzelmeink és az akaratunk. And we say about our soul that it's the center of our mind, our emotions and our will. És amint meghozzuk a döntést amellett, hogy Jézus Krisztust elfogadjuk és elhisszük Urunknak és megváltónknak. And when we make the decision to believe that Christ is our Savior and Lord. A szellemünk kicserélődik és a Szent Szellem lesz a mi szellemünk. Then the Holy Spirit becomes our spirit. És igazából csak bátorítani szeretnélek most benneteket. And I just want to encourage you. Hogy ahogy így Krisztusban vagyunk, that as we are in Christ, tudunk hozni testies döntéseket is. We can make carnal decisions. De tudunk hozni szellemi döntéseket is. But we can also make spiritual decisions. És hogyha a lelkedet a testi dolgaidra bátorítod, mint ahogy Dávid is tette, ahogy Attilától most hallottuk. And if you encourage your soul towards fleshly and lustful things, just as David did in the story Attila talked about, akkor a testi vágyaid felé fognak elmenni az érzelmeid, az értelmed, az akaratod, tehát ilyen döntéseket fogsz hozni. Then your mind, your emotions and your will go into the direction of your lustful desires, and this will have an impact on your decisions. Viszont hogyha szellemben hozol döntéseket, but if you make decisions in spirit, Isten Szent Szelleme szerint, aki a tiéd, according to God's Holy Spirit, who is yours, akkor fogsz jó irányba haladni és jó döntéseket hozni. Then you will head to the right direction and you will make right decisions. És arra szeretnélek bátorítani, és azzal igazából, ahogy amit Dávidtól is tudunk tanulni a 103. Zsoltárból. And I would like to encourage you with something that we can learn from David from Psalm 103. Aki a lelkét szellemi dolgok felé bátorította folyamatosan. Who encouraged his soul towards spiritual things. És azt mondja, hogy áldjad lelkem az Urat, a saját lelkéhez beszél, és egészben sőm az ő szent nevét. And he speaks to his own soul when saying, praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise his holy name. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Who forgives all your sins and heals all your diseases. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. És csak arra szeretnélek benneteket, meg magamat is bátorítani. And I would like to encourage you and myself, hogy bátorítsuk a saját lelkünket, az akaratunkat, az érzelmeinket, az értelmünket a Szent Szellem igazságai felé. To encourage our own souls towards to encourage our own souls, minds, emotions and will towards the truth of the Spirit. Most ahogy tovább dicsőítünk, csak valld meg az igazságokat, amit a Bibliából is ismersz. And as we're going to continue worshiping, just proclaim the truth that you know from the Word. Mert az, hogy Krisztus készíti a helyedet a mennyben, bűntelen vagy és igaz, ez az igazság. Because it is true and it's the truth that Christ is preparing a place for us and that you are righteous in Him. Ha Krisztusban vagy, ez vár rád. And if you are in Christ, then this is what awaits for you. Bátorítsuk a lelkünket szellemi döntéseket hozni. So let us encourage our souls to make spiritual decisions. Bátorítjuk most magunkat, a lelkünket, csak nézzünk Istenre és dicsérjük őt. Let us encourage our souls, look at God and worship Him. A dicsőséged járjon, dicsőséged járjon, jöjj most közénk,
jó atyánk, várunk rá. Dicsőséged járjon át, dicsőséged járjon át, szent lelked törzs ki ránk, várunk rá. Dicsőséged járjon át, dicsőséged járjon át, én most közén jó atyánk, várunk rá. Dicsőséged járjon át, szent lelked törzs ki ránk, várunk át. Várunk át, várunk át, várunk át, várunk át, várunk át. És én ott szaporulok a dicsőséged rám ragyog. A dicsőséged rám ragyog. A dicsőséged rám ragyog. Promises that God is giving us. Vannak bizonyos ígéretek, amiket Istentől kapunk. And sometimes it takes some time. Usually it does. És gyakran időbe kerül, hogy ezeket felismerjük. And I just wanted to encourage all of you. És szeretnélek bátorítani benneteket. That if there are some things that you believe for, or maybe you actually don't believe anymore. Hogyha vannak olyan dolgok, amikben reménykedtek, amikre vártok, vagy amiben már elvesztettétek a reményt. But there are good things that God has promised us in His Word. Vannak jó dolgok, amiket Isten megígért nekünk az igében. And I want to encourage you that God is not finished yet. És szeretnélek bátorítani titeket, hogy Isten még nem fejezett be mindent. If He promised you something, ha megígért neked valamit, He'll do it. Akkor meg fogja tenni. So I wanted to read from Romans 4. A római levél 4. fejezetéből szeretnék olvasni. It's about Abraham. Abrahamról szól. And it says, it's from verse 18. És a 18-as versről. In hope he believed against hope that he should become the father of many nations, as he had been told. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott. He did not weaken in faith when he considered his own body, which was as good as dead, since he was about 100 years old.
mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén elhalt már saját teste. Or when he considered the barrenness of Sarah's womb. No unbelief made him waver concerning the promise of God. És Sára méhe is elhalt. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül. Yeah, I will repeat it. No unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith and he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what he had promised. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Yeah, I just know, like, I'm waiting for some things that God has promised me, and I know that all of us are. Én várakozom bizonyos dolgokra, amiket Isten megígért nekem, és tudom, hogy ezzel ti is így vagytok. And through this time of waiting, God is stretching our faith, and He's making us stronger. És ezekben a várakozási időkben Isten csak így nyújtja és tágítja a hitünket. Because as Marci shared about decisions, we can make a decision like David. És ahogy Marci mondta, hozhatunk olyan döntéseket, mint Dávid. Or we can actually wait for God with faith. Vagy várhatunk Istenre hittel. And there is one more verse I want to share. It's Hebrew 11. És van egy másik igevers is, amit szeretnék megosztani veletek a Zsidókhoz írt levél 11-ből. 8, 9 and 11. A 8-es, 9-es és a 11-es versek. By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. By faith he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva hová megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. By faith Sarah herself received power to conceive, even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised. Hit által kapott erőt arra is, hogy a meddő Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. The one who created this world is faithful. Az a személy, aki megteremtette ezt a világot, ő hűséges. And he keeps his word. És megtartja a szavát. So if you believe that you can be healed, if you believe that you can be healed, if you're waiting for healing. Úgyhogy ha te gyógyulásra vársz és hiszed, hogy meggyógyíthat, just keep believing. Akkor csak higgyél továbbra is. And make a step of faith to pray for this healing. És tegyél egy hitlépést, hogy imádkozzol ezért a gyógyulásért. Yeah, come to us and pray for whatever you need to. És gyere és szívesen imádkozunk érted, ha szükséged van rá. And just remember that the one who promised is faithful. És csak emlékezzünk arra, hogy az, aki az ígéretet tette, az hűséges. Yeah.
Istent, mint örökké tartó kegyelmét. Ki házában áldott, dicséritek örök hűségét. Hirdessen minden megszedését, nyújtságnál mivel már tehettem, mint mi áldunk ő. Halleluja, halleluja, mi áldunk ő. Kegyelmét. Ő az Úr örökké, hirdetjük az ő kegyelmét. Hogy jaj, igen! Ő az Úr örökké. Áldunk téged. Well, Lord, we praise you. És nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy te a vereség helyét, azt a győzelem helyévé teszed. And we are really grateful that the place of defeat you make into and turn into the place of victory. Hogy a legszörnyűbb tetteinket is te jóra tudod fordítani. That you can turn our most terrible deeds into something good. Dicsérünk téged, Uram, mert nem te vagy az ellenség, Istenem. We praise you, Lord, because you are not our enemy. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért az estéért. We are grateful for this evening. És kérlek, hogy áld meg a mi hétvégénket is. And we pray that you will bless our weekend. És mindenki azt mondta, hogy? And everyone said, Amen. Amen. Nagyon köszönjük a csapatnak. Thank you to the team. És köszönjük szépen Attilának is. And thank you to Attila. Már kedves fordítónak is. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk értetek, és köszönjük, hogy velünk tartottatok. And thank you for being and spending your evening with us. Jó veletek is jelenlétében lenni. It's great to be in the presence of the Lord with you. Jövő héten. Next week. Nagyon-nagyon fontos témáról lesz szó. We'll have a very important topic. Egy kulcs eleméről a kapcsolatainknak. A key element of our relationship. Megbocsátasz, vagy nem bocsátasz meg? Will you forgive or not? Úgyhogy gyertek el, és hozz el magaddal valakit, akinek nem bocsájtottál meg. So come and bring someone to whom you haven't forgiven yet. Nyilván viccelek, de tényleg hozz magaddal valakit. I'm just joking, but bring someone.
Kint találtok szendvicseket becsületkasszával. You can find sandwiches outside and you can leave money for that if you would like to. Ha Isten indít, akkor pedig az adománydobozt is megtaláltok itt. And if God leads you, you can give. You can find the tithe boxes on the side. És nem menjetek sehova, mert itt még imádkozunk értetek, lehet beszélgetni. And don't hurry away because we would like to pray with you and talk with you. Élvezzük a hét legjobb részét, a péntek estét. Let's enjoy the best part of the week, Friday night. Vasárnap találkozunk. Sziasztok. See you on Sunday. Bye.